Lár, te pancsereg gyöngye! Te idomított vállalati kutya! Te... felnő! Ezt nem tűrhetem! Nesze! Oh. Ha, 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 ha. Túl gyors vagyok, mi? Hello! Hello! Nyilván te vagy Ellen, Jenny Brooker. Szia! Szia! Végre megismerlek. Mióta csinálják? Úgy 15 éve. A kollégiumban indult. Sokat hallottam rólad. Úgy tudom, jól kijöttök egymással. Elég jól. Szóval kutatásvezető vagy a Reinblumnál. Nem semmi? Dehogy vagyok, csak programtervező. Ne szerénykedj, a Reinblum az ország legjobb intézete. Hogy nyűgözzem le a barátaimat a sikereiddel, ha folyton igazat mondasz. Igen, ez nálam jellemhiba. Jó a krumplipüré? Nem tudom, ez tápióka. Hú, van, ami nem változik. Például a menzakaja. Üljünk le, beszélnünk kell. Gyere, üljünk le odakint a teraszon. Biztos rengeteg megbeszélni valójuk van. Igen, ezért akarom hallani. Harry úgyis alig mesélt a kollégiumi évekről. A jó sztorikat úgy sem mondják el. Például, hogy hogy érték el, hogy az iskola ne emelje a könyvtári díjakat? Őszintén szólva, ez elég unalmasnak hangzik. Még akkor is, ha úgy tett, mint Godiva hercegnő, Coventry utcáin lovagolva. Harry nem tenne ilyet. Vagy mégis? Várj meg! És milyen a Reinblum? Mindenki modern, szakállas és könnyed, vagy inkább fásultak? Miért nem nézed meg magad? Szeretném, de évvége van, és vizsgáztatnom kell. Úgy értem, gyere el dolgozni a céghez. A helyemre. Nincs véletlenül valami a fülemben? Nem látom, hogy lenne. Valami mégiscsak lehet, mert úgy hallottam, mintha azt mondtad volna, vegyem át a helyed. Ugyanis ezt mondtam. Gondold meg. Henry, ez csodás. Ugyan, semmiség annak, aki 6 éve dolgozik a Reinblum laborjaiban. Nekem viszont sokat jelent. Harry! Igen? Van itthon cukor? A lisztes dobozban van. Próbálok nem megcukrozni semmit, mivel lisztet úgysem használok. Segít, ha felcserélem a dobozokat, ha bár így a vendégek időnként lisztet tesznek a kávéba, amitől olyan lesz, mint valami ragasztó, hát ez a hátránya. Na és ez kicsoda? Ő Albert, az én nagy büszkeségem. Ő osztályozza a dolgozatokat. Ingyen tanársegéd. Hogy áll az osztály, Albert? A hallgatók teljesítménye javult. Jelentősen. Ez remek. Dolgoznál egy kicsit a nyitó lépéseken? Szívesen, ha nem bánja. Nagyon ügyes. Kissé primitív a Brooker programstílushoz képest. Néhai programstílus. Hogy érted? Rég volt, Henry. Évekig fejleszteni másnak az hamar megváltoztat. Elvész a kreativitás. Mindig is kreatív voltál. Sajnos ez elmúlt. Lehet, hogy kiégtem. Ez csak átmeneti. Talán, de elég volt. És ezért akarod, hogy átvegyem a helyed? Talált. Hát, Einsteinnel kéne beszélned, de biztos titkos a száma, vagy legalábbis nem ingyenes. Ginny, segíthetek? Nem, már leértem, köszönöm. Ellen már biztos majdnem kész. Megyek, megkóstolom, milyen lett a brownie. Egy perc és jövök. Semmi baja nem lesz. Mondtam én ilyet?
Nem mondtál, de a mimikád épp elég volt. Elena. Igen? Beugrom Jack helyett a Reinblumhoz pár napra. Micsoda? Helyettesítem. Az állam legjobb laborjában, vagy az országéban. Amit szólsz? Mi lesz az osztályoddal? Tanár vagy? Persze, hogy az vagyok. És az így is marad. Jövőre is az leszek. És 20 év múlva is az leszek. De nem olyan tanár, aki sose csinált mást. Olyan tanár leszek, aki a legjobbak között játszott. Erre inni kell, drágám. Most nem kérek, köszi. Hát, dehogy nem. Csak még nem tudod. Kemencében 24 óráig szárítva a rugacs átlátszóvá válik. Ez nem csak pohár. Repülő pohár. Röviden, rehár. Mit gondolsz? Hogy szeretlek. Készülj, Reinblum, jövök. Ginny, ha megmondanánk az igazat, elveszteni a lelkesedését. Így legalább tényleg érdekli, milyen a Reinblumnál. Neki is ártanánk. Na és kell a munka. Jack, nem ez a baj. Henry nagyon szeret téged. És amikor rájön, hogy hazudtál, megbocsát majd. Szeretlek. A feleséged vagyok. Kitartok melletted, és megbocsátok. De kihasználod Henryt. Te megbocsátasz majd magadnak? Ez a kérdés. A Reinblumba megyek! Szia, Judy! Örülök, hogy meggyógyultál. Ki volt a legfelsőbb bíróság első elnöke? John Jay. Az olimpiai aranyérmes, aki Nobel-díjat is kapott? Spock, méghozzá a kisfülű, Benjamin. A jövő heti egyetemi bál pontos dátuma? Segíts! Csak vicceltem, szerda este a Schefferben. Harry, emlékszel? Tényleg emlékszel? Ez haladás. Harry! Harry! Mi volt ez? Ez a külön díja a publikációmért. Mi újság, Dean Blount? Valamikor találkoznia kellene Quilty professzorral. Vele? Miért? Ő fogja átvenni a helyét arra az egy hétre, mikor nem lesz itt. Quilty veszi át a diákjaimat? Jó ég, Quilty elalszik a legjobb kísérletek alatt is. Úszás közben van félálomban. Ezt most hallom először, Henry. Maga ravasz róka már megint ezt csinálja. Megint? Ennek maga a legnagyobb mestere. Köszönöm. Pontosan tudja, hogy nem bízom a diákjaimat egy olyan lajhárra, mint Quilty, és nyilván azzal is tisztában van, hogy Jack most szabad, mert az ő helyét veszem át a Reinblumban. Ellenben úgy tesz, mint aki meglepődik, hogy Jack neve szóba került, pedig abban bízik, hogy ott majd hallanak rólunk, és adnak támogatást. A Reinblum támogathat minket. Ne játssza itt nekem az ártatlant maga, sunyi, furfangos róka. Hát én nem játszottam. Oké, feladom, maga ellen úgy sincs esélyem. Megkérdezem Jacket, beugrik-e helyettem, a többit majd meglátjuk. De a rossz hírt magának kell közölnie Quiltyvel. Én nem akarok hibás lenni, amiért összetörik szegény szíve. Maga ékes szóló sátán. Jaj, de ravasz! De ez egy rossz ötlet, Henry. Hát, lehet, hogy rossz ötlet, de csak így vagyok hajlandó cserélni. Semmiképp nem bízom az óráimat egy olyan betonfejűre, mint Quilty. Nézd, egy elszúrt programot megjavíthatsz, de egy diákot nem lehet. Elromlik, bűnözővé válik. Vagy megtartod az óráimat, vagy visszaviszel. Te döntesz. Na jó legyen. Remek. Hogy festek? Mint aki ma megy először iskolába. Hello! Most, hogy már itt vagyunk, elmondanád, hogy mi is az, amin dolgoznom kell?
Nem tudom, és más se nagyon. Mindenkinek csak a saját programterületéhez van hozzáférése, adatbiztonsági okokból. Ez az a fajta cég, amelyik igyekszik minden titokban tartani egészen a termékbemutató napjáig. Mit mutatnak be? Hát... Oké, nem tudod, neked is titok. Először dr. Darkkal kell beszélned. Ő majd ismerteti a biztonsági rendszert. Dr. Dark? Igen. Nagyon kedves ember. Jó legyél. Jól van, fiú. Vaya con Dios. Jó, ugye megvan a beléptető kártyád? Henry, mindig úgy kell lehúzni, hogy... Hogy a sárga van felül. Sajnálom, uram, de nem esett baja, a gyakorlás meg használ az őröknek. Igen, persze. Nyilván időre lesz szüksége, hogy beilleszkedjen a közösségbe. Ez természetes. Ha kérdése van, tegye fel bátran. Ott mit csinálnak? Bizalmas. Orvosi célú, amin dolgozom? Ezt nem kell tudnia. Úgy értem... Hacker. Parancsol? Hacker, ismerd meg az urat. Crawford, Hacker. Hacker, Crawford. Hacker? Dark? Viccel, ugye? Itt nálunk nem szokás viccelni. Az úr sokat viccel. Á, maga helyettesíti Jack Brookert. Igen, engedje meg... Viccelt. Most jött a helyére egy másik vicces. Örültem. Jó, jó, srác. Erre... Ez egy Enika 7400-as. Vannak, akik úgy hívják Nick. Én ezt nem szeretem. Javaslom, ne nevezze így. Jó. Broker átadta a paramétereket? Igen, igen. Remek. Dolgozzon pontosan a határokon belül. Sose lépjen át határokat. Hisz ezért hívják őket határoknak. Maga vicces. Ez jó. A klasszikus newtoni mechanika szerint a tömegpont csak olyan tartományban mozoghat, ahol potenciális energiája kisebb, mint az E összenergiája. Ezért azt a tartományt, ahol a részecske potenciális energiája nagyobb, mint az összenergiája, klasszikusan tiltott tartománynak nevezzük. Egy részecske kötött állapotban van, ha a klasszikus mozgási tartomány véges nagyságú. Átadtad neki az óráidat? Persze, miért is ne? Jól ismeri a témát. És Dean Blount beleegyezett? Igen, azt hiszi, ő találta ki. Egy pohár bort. Témát váltasz. Dehogy is. Csak próbálok, de nem vagyok elég ügyes. Henry, szórakozott vagy. Igen, érzem. Ennyire rémes volt a rány Blumnál. Csalódtam. Talán egyszerűen csak túl sokat vártam ettől. Azt hittem, színes lesz, kihívó és izgalmas. De ezek ott soha nem kérdeznek, nem gondolkoznak. Mintha nem is élnének. Egészségtelen gyorsan enni. Oké, Nick, lássuk, miből élünk. Milyen arányban áll a részegységek száma és azok teljesítménye?
Oké, akkor mi a valószínűsége a meghibásodásnak energiaigény alapján? Kívül esik a projekt határaim. Hogy boldogul? Egész jól. Úgy értem, haladok a számításokkal, de nem tudom befejezni anélkül, hogy többet tudnék a projekt céljáról. Nem tudhat többet. Határok, Dr. Crawford, határok. És fejezze be határidőre. Szerdán bemutatót tartunk néhány komolyabb vevőjelöltnek. És legyen tökéletes. Itt a Rheinblumban mindenki ezt szeretné. Semmi sem tökéletes, uram. Hát, Jack, nagyon örülök, hogy jól megy a tanítás. Az az igazság, hogy nehezebb az élet Henry nélkül. Érted, mire gondolok? Hogy ne érteném. Egyszerűen hiányzik a lovagod. A lovagom lenne, Jack. Néha tényleg úgy érzem, hogy előttem áll Albert a gép, Newton a kutya, vagy ha más nem, hát a rugacs. Mi az a rugacs? Igen, és a rugacs, és úgy általában véve fontos-e? Ez csak múló szeszély, semmiség. Kitartás, emberek, kössétek fel a gatyátokat. Ellen? Segítettél, Jack, és köszönöm szépen, egy kicsit szomorú voltam, de igazad van. Mi az a rugacs? Én nem ezt mondtam, hiszen... Nézd, jól vagyok, te is jól vagy. Komolyan, csak a természet utat tör, ha kell. Kösz még egyszer. Máskor is? Uram, ezt látnia kell. Modem aktivitás. Valaki illegálisan használja a vonalat. Adatot küld. Crawford, nyomozza le a vonalat. Fogja be a terminált, és zavarja meg. Mennyire zavarja meg? Egyszerűen likvidálja a terminált. Oké, Albert, most már téri magadhoz. Gyerünk, Albert. Gyerünk. Monsieur Henry, a vacsorája, uram. Kicsit később, most dolgozom. Jack, nem állítottál el valamit? Nem, miért? Kimerültnek tűnik, talán vashiányos. Inkább te vagy az. De egy nagy tömegű pepperoni bevitel majd segít. Nem a tiéd. Menj innen. Egyetemi bál Ellennel. Ó, elég. Mi?
Most át kellene venned egy kicsit. Ó, nem, te sokkal jobban értesz hozzá. Nem, Jack, a bál 8-kor kezdődik, és még oda kell érnem. Igen, de épp nagyon benne vagy, nem hagyhatod abba. Nem, Jack, nem érted. Ellen nem csak megöl, előbb megkínoz. Tudom. Majd én kimoslak. Beszélek vele, megmondom neki, hogy pár óra is ott leszel. Elviszem nem, a barét. Jack, azt nem. Mondom, hogy az én hibám volt. Na jó, gyerünk már, jó lesz. Kimoslak. Ne aggódj. Hát, jó. Most próbálkozzunk valami mással. Add meg a szélsőséges paramétereket. Sugár emisszió, elektromágneses fluktuáció, baromság. Miről beszélsz? Mit sütsz, kis szűcs? Talán sós hús sütsz, kis szűcs? Jaj, hagyd ezt abba, Albert. Nem minden szarkafarka tarka, csak a tarkafarkú szarkafarka tarka. Nem tudom kifejezni az állapotomat. Valamivel nagyon nagy baj van. Várj, Albert, tarts ki! Helyrehozlak. Most hívok segítséget. Valamit bütykül Alberten, de mindjárt jön. Ezt már hallottam párszor. Megszűnik a világ, ha a gép elé ül. Vagy hozzászoksz, vagy megőrülsz. Én még nem döntöttem. Kissé irigylem. A lelkesedése miatt. Volt idő, amikor én is ilyen fanatikus voltam. Már nem. Na, ez az én zeném. Táncolunk. Örömmel. Én is beszállhatok? Hát persze. Jack, beszélnünk kell. Harry! Most kivezet. Tudni akarom, mit csináltál Alberttel. Ezt nem tudom, hogy érted. Örülök, hogy ilyen jól telik ez a mai este. Harry, én örülök, hogy beavatsz, de most hozok egy italt, jó? Talán megzavartam valamit. Sajnálom, Dean, de beszélnünk kell. Igen, jó. A Rye Bloomi támogatásról van szó, mert felhívtam őket, de egy árva centet sem akarnak adni. Nem. Arról, hogy mit tett Jack Alberttel. Én nem tudom, miről beszélsz. Tényleg? Akkor mitől zavarodott így össze mi? Letöltöttem néhány fájlt a Rhyme Bloom szerveréről. Mit csináltál? Letöltött bármi is az. Talán csak valami vírus, vagy ilyesmi. Ebben a nyírkos időben nem is lenne meglepő. Én megmondom, mi ez. Hazudni próbáltál, Jack, valami nem stimmel a Rhyme Bloomban, csak nem mondod meg nekem. Előbb hadd lássam, mi van Alberttel. Bocs, Dean. Hát magasak, de mégis jól mozognak. Oh, Ellen. Baj van, igaz? Igen, és... Alberttel kapcsolatos. Igen, és... És őrülten sajnálod, de most el kell menned. Igen. Akkor indulnod kéne. Igen. Ha
Hogy csinálom? Rejtély. Memória károsodás 54%. Sosem volt még ilyen? Soha. Milyen fájlokat töltöttél le? Csak néhány dokumentumodat, illetve néhány fájlt a többi ott dolgozótól. Na várj csak, az ottani modemet használtad? Aha. Egek. Biztos lenyomozták a vonalat, és rád küldtek valamit. Memória károsodás több mint 76%. Ez egy vírus, Henry. Nem tudok segíteni. Mi az, hogy nem? Mi az, hogy nem? Jack, pontosan tudom, mire vagy képes. Láttam, hogy húzol újra egy rendszert a nulláról, mintha csak legóznál. Gyerünk, meg tudod csinálni! Jack, te vagy a legjobb. Ebben a házban egyedül te mentheted meg, úgyhogy most mentsd is meg, kérlek! Legalább magadért. Memória károsodás 83%. Na jó. Lássuk. Vész. Lát. Henry. Na nem. Még nincs vége. Adj egy pákát. Tarts ki, Albert, tarts ki. Jövünk már. Nem ma dobott fel a talpad. Henry, Henry, a pákát, csies már! Láttam már sokkal... Hát ez meg micsoda? Mi van, ha összekötöm a... Nem, nem jó. Jön a B-terv. Újra kötjük a vezérlősint és a memo... Hoppá! Teher alatt nő a pálba. Kész. Jól van? Hát, mindjárt kiderül. Elment. Nem értem, Harry, hiszen mennie kéne. Vége van. Henry, ez eddig mindig bevált. Te megpróbáltad. Miért van ennyire sötét? Állítsák be a fényerőt, kérem! Köszönöm. Nos tehát... Mi történt? Igen. Igen. Ez az. Ez az. Hm.
Visszahoztad? Igen. Tudom, ez csak egy gép. Érzelmek nélkül, de... Ettől még körülveszik érzelmek. A mieink. Én kihasználtalak. Tessék. Úgy éreztem, valami nincs rendben a Rheinblumban. Ahogy egyre többet tudtam meg, egyre inkább aggasztott. Mi aggasztott? Tegyük fel, hogy kiderítem, mi készül. Akkor vagy befogom a szám, vagy hősködöm. Ha befogom a szám, többé nem tudok a tükörbe nézni. Ha hősködöm, tudjuk, mi a hősködők sorsa. Mehetnek Szibériába. És gyereket is vártok. Igen. Arra gondoltam, ha te bemennél, rájönnél, hogy mi van, talán még meg is oldanád, akár egyedül is. Öregem, úgy sajnálom. Jobban, mint hinnéd. Hát féltél, nem? De nem féltél bevallani. És ez a lényeg. Ezt kevesen tennék. Ó, Albert talált valamit. Hidraulikusan vezérelt lézerek. Lézerek? Erősen fókuszált, maghőmérséklet közel 200 fok. Hú. Albert, szerinted mi a fene ez? Ez itt egy fegyver. Egy nagy, nagy fegyver. Ez egy nagy horderejű fegyver terve. Albertnek igaza volt. Holnap van a bemutató, sok potenciális vevő érkezik mindenhonnan. Hát, akkor jobb, ha már is indulunk. Adunk néhány sóelemet az előadáshoz. Ezzel nem jutunk keresztül az őrökön. Ha-ha. Keresztül nem is, de felettük igen. Ez teljesen logikátlan. Tudom. Ha megfelelően nagy viszkozitású gumit és vas 3D szulfidot másodrendű száraz hőkezelsz, fellép a rugacs jelenség. Igen, sejtettem. Ez hihetetlen. Csak dőj hátra és élvezd. Hagyd, hogy én gondolkodjak. Min gondolkodsz? Hogy nem emlékszem, hogyan kell leszállni. Ott van. Szerinted a kormány tud az itteni fejlesztésről? Valamelyik biztosan. De fogadnék, hogy nem a miénk. Biztosan erre? Átvertelek én valaha? Nem is olyan rég. Arra.
Munkára fel. Köves. Gyere csak. Van terved? Persze. Hát nekem úgy tűnik, egy kicsit még lehetne rajta javítani. Állj, ne mozdulj! Ez tiltott terület. Na, ne mondja. Jack Brooker, energetikai csoport. Ő Dr. Crawford, a társam. A holnapi bemutatóra vizsgáljuk át a gépet. Erről nem kaptam értesítést. A projekt szigorúan titkos, ezt nyilván tudja. Ezért nem szóltak előre. Látom, van engedélye itt lenni, ezért mondom. Oké? Okay? Na jó, megfognám. Hogyne. Ezt nézd! Ez egy lézer. Elektromágneses eltérítővel. Itt van egy kis probléma. Baj van. Senki ne zavarjon. Jó. Na jó. Szedjük szét. Nem, nem. Újra összerakják. Ide most... Ez kell? A rugacs majd segít. Bízol benne? Hát persze. Arra lesz. Köszönöm a megértésre. Jöjjön be. Az ajtó mögött lehet mondani. Kíváncsi vagyok a fejlesztésre. Természetes atya, köszönöm. Örülök, hogy lehet az nagy követ. Lelépett. Hacker! Zöld kód? Pozitív! Remek! Rég láttam! Igen, itt erre a lépcsőn, menjünk fel! Köszönöm! Dr. Dark! Üdvözlöm! Hacker! Minden kész? Minden kész, uram. Akkor kezdünk. Üdvözlöm Önöket, kedves barátaim, itt a bemutatónkon. Ismerjék meg az XR4B csillaglézert. A rendszert az önmagában is hihetetlen NIK7400-as számítógép irányítja. Nevezhetném... high-tech összvérnek. Beszélhetnék még a további részletekről, de talán ennél is jobb, hogyha önmagáért beszélhet. Uraim, íme az XR4B csillaglézer. Számítógép vezérelt, igen nagy sebességű a terep minőségétől függetlenül. Egy vadonatúj gyilkológép. Halálos, mégis könnyű irányítani. Miért tesze fel hadseregét, mielőtt az ellenség megelőzi? Ideje meghajolni. Most egy rövid bemutatót láthatnak a gép antiterrorista képességeiről. Várj! Mi az ott a csövön? Hacker! Vegye le azt az izét a tűről! Igenis! Nézd ott az én kis fegyverembe! Megvan! Megvan!
Köszönjük, hogy velünk repült. Ez a gazdagok világa. Milliómos vagyok. Az ígéret földje. Szeretni fogom teljes szívemből. Tele titkokkal. Mindig is tiszteletben tartottam a törvényt. Belinda, nem a te lányod. Tele gyűlölettel. Golyót repítek a fejedbe, te szemét. Második esély. Minden hétköznap 16 óra 15 perckor. Vanda nővér mindent rendben talált? Vandikám, az a jó hírom, hogy kitűnő kondiban vagy, így aztán holnap te is a véredet adhatod a reggeli nagy véradó napján. Pedig már azt hittem a hacukádból, hogy malackodni fogunk. Ennyi. Fogunk is egy kicsit, mert hogy Béba 3 kilós törpe malac beleröfög az adásba. Na. Na, Bandi, és azt mondom, hogy Labanc Lilla is a vendégünk lesz. Hm? Hát akkor holnap én is magammal hozom a stetoszkópomat. A támadás tervezett időpontja. Az elkövetkezendő 10 percen belül. A címkén én vagyok, hátamon a kastély, és mellettem már a két legfrankobb szép növésű alacsony testőröm van. Azt kell csinálni, amit a rendező mond. Olyat bosték be neki, érted? Hát nekem a DJ Miki is hiába mondja, hogy nem elég zsíracut. Hát lefejelem, érted? Csokit kellene vinnem. Csokoládé. De előtte csomagolja ki, és szedje ki belőle a kukacokat, meg a lárvákat. Hogy végre lelőhetlek. Sajátos a módszere. A fegyvere mindig kéznél van. És csak is törvényesen jár el. Hívnunk kell a rendőrséget. De az ott nem ne felügyel. Hát éppen azért. Egészségesen él. Maga mondta, hogy hülye, aki dohányzik. Tóval te is hülye vagy, mi? Nem, én beosztott vagyok. De a hasát szereti. Lehet, hogy neked vigyáznod kell a vonalaidra, de nekem nem. És aranyból van a szíve. Ha megetted, azonnal jelentkezel a rendőrséget. De a kávét még megvárom, ha megengedi. Bud Spencer 80. születésnapi alkalmából. Piedone a zsaru. Szombaton 16 óra 20 perckor. Akik tovább jutottak. Fekete János. Szatmár Kamara Tánc Együttes. Popovics György és Németh Ferenc. Messze hajló láthatát, föllelem remélte. Strokes. Balogh Brigitta. A Csillagszületik nyertese egy éven át havi 1 millió forintot kap takarékpontban kártyán. Továbbá egy Hyundai i30 tulajdonosa is lesz a Hyundai Holding Hungary Kft. Jóvoltából. Csillagszületik első elődöntő élőben, szombaton 19 óra 30 perckor. Pezsdítő szórakozást kíván a Törlei Pezsgő Pincészet. RTL Klub. A műsorszám támogatója a Skoda Roadster. Bükkfürdőn tudják, hogyan lehet igazán kényeztetni a testet és a lelket is. A Vajtang Kung egy 4000 éves kínai gyakorlatsor, valójában egy tudatosan kifejlesztett mozgássorozatból álló, békés, taoista kung fu. Itt Bükkfürdőn Adrien E mozgásforma nagy művelője. A Vajtang Kung nagyon hasznos gyógymód lehet ízületi bántalmak, stressz, magas vérnyomás, fáradékonyság és túlsúly esetén. A lényeg, hogy a rezegtetésen keresztül a belső energiát aktiválják a testben. Igazából a gimnasztika, az öngyógyítás és a meditáció egyes elemeit egyesíti önmagában. Energiát fejleszt ki a testben, a stresszre és az idegrendszerre jótékony hatással van, valamint fejleszti az egyensúlyt is. A gyakorlatokat fiatalok, idősek egyaránt végezhetik. Egy rezegtetés fél vagy egy percet vesz körülbelül igénybe. Ha valaki elsajátította az alapokat, akkor akár otthon egyedül is veszélytelenül végezheti a gyakorlatokat. Nagyon fontos, hogy cipő vagy legalább egy zokni legyen a lábunkon, vagy esetleg egy szőnyegen tornázzunk. Ha mezítlep csinálja ezt valaki, akkor az energia a talajba áramlik és elvész. Fontos még, hogy a mozgássor után fél óráig nem szabad inni, mert azzal feloldjuk a gyakorlatok jótékony hatását. Játszon velünk! Ezen a héten 20 000 forint értékben nyerhet Watt Energia italt a Busz Szrt. Jóvoltából. Illetve e hónapban egy 6 pont elisztó mosogatógépet az Indesit Company Magyarország Kft. Felajánlásával. Hol található Bükkfürdő? Nyugat-Magyarországon vagy Észak-Magyarországon? A helyes válasz kódját küldje SMS-ben a 1799-es számra.
Együttműködő partnerünk a Magyar Villamos Művek ZRT. A műsorszám támogatója a Skoda Roadster. Mostantól a tea egészen mást jelent. A kiváló minőségű tea levelek és a gyümölcs darabok zamatát egy különleges piramisba zártuk. Fedezd fel a teázás minden eddiginél csábítóbb élményét. Új piramis teák a Liptontól. Lipton, a tea képes erre. Épp csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönökért sürgős esetben hívja a Providentet. 0640 50 50 50. 200 ezer forintos 67-es kölcsön és otthoni szolgáltatás esetén a THM 278,84%, az éves kamat 38,29%. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik. Takarékoskodjon ön is, mosogasson alacsony hőmérsékleten. Rendben, de még ez is tiszta lesz? Igen, az alacsony hőmérséklet aktivátor tartalmazó új Somat Perfectel már 40 fokon, nem gyors programot használva. Ragyogó, 50 helyett 40 fokon mosogatva, akár két havi energiát takaríthatok meg. Új Somat Perfect, tisztaság, ahogy ön szereti. Milli Mia krémtúró. Nem lehet kinőni belőle. Sőt, nem is érdemes, hiszen minden doboz Milli Mia krémtúróban 2,5 deciliter tej van. Ráadásul októberben minden 100 g-os Milli Mia krémtúró csak 99 forintba kerül. Ammóniamentes hajszínkrém a Garniertől. A hajszíned ellenállhatatlan, ha fényes és csillogó. Új Garnier Color & Shine argánolajjal és áfonyával. Telcínek és csillogás együtt. Optimális őszhajfedés, ammónia nélkül. Új Garnier Color & Shine. Törődj magaddal! Garnier. Fáj minden mozdulat? A Voltaren egyedülálló emulgél formulája a fájdalmas gyulladt területre összpontosítva csillapítja a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Voltaren, a mozgás öröme. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Pára az otthonában. Látja, érzi, hallja. Akadályozza meg, hogy otthon a szivacsá változzon. Szerezit stoppárával. A páramentesítő készülék tablettája magába gyűjti a felesleges nedvességet. Szerezit stoppára. Pára. Látom, az ön kisfiát is érdekli a fizika. Tanulta már a relativitás elméletemet? Bár rájöttem, hogy mégsem minden relatív. Például egy bank vagy magas kamatot fizet a pénzemre, vagy nem. Az Erste Banknál 6 havi futamidő esetén a betéti kamat új és meglévő megtakarításokra is évi 9%. EBKM 9,34%. Nagyszerű képlet. Most wellness hétvégét nyerhet, ha velünk takarékoskodik október 30-án a Takarékossági Világnapon. Nap mint nap szépítjük magunkat. És ön hogyan szépíti bőrét? A DAF tápláló, hidratáló, szépségtestápoló tejjel. Nincs ragacsos érzés, sem látható nyom, csak ellenállhatatlanul sejmes bőr. Mindennapos hidratálás, gyönyörű bőr. DAF tápláló, hidratáló, szépségtestápoló tejjel. Nyerjen magazin előfizetést, vagy több százezer forint értékű élményt a DAF-val. Amíg ön a következő műsort nézi, az egyenletes felszívódású 1000 mg-os Eurovit C-vitamin folyamatosan támogatja immunrendszerét. RTL Klub. Sziasztok! Visszaadom a kötényed. Elfogadom az új tintafoltokkal együtt. Most mihez kezdtek? Elmegyünk egy kis mama tanfolyamra. Kell idő a felkészülésre. És kell egy munkahely az ektomorf személyemnek. Jack, nem vagy ektomorf.
Dehogy is nem. Mindig kevered a kettőt, valójában endomorf vagy. Te tanultad meg rosszul az iskolában, mint ahogy a nagy tavak neveit is. Ez nem igaz. Az egyiket sosem tudtad. Melyiket? Gondolod, megmondom, hülyének nézel engem? Endomorf hülyének. Akkor sorolt fel őket. Most nem. Mert nem tudod. Dehogy nem. Huron. Felső tó. Ontario. Michigan. És? És? Nesze! Véged van! Csak hiszed, hogy vége van! Na, nesze! Gyors vagyok, mi?